Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. A következő percekben kérem, hallgassanak meg három szegedi édesanyát, Hajó Zsófiát, Tóth Tímeát és Csőke Kabai Krisztinát, akikkel annak apropóján kezdtünk el beszélgetni, hogy Krisztinának meggyűlt a baja azzal, hogy szoptatásra alkalmas helyet találjon Szeged belvárosában. Sziasztok, Hajó Zsófi vagyok, egy 2 éves kisfiú anyukája, és emellett még az Anya Begurulnak a vezetője, kitalálója. Sziasztok, én Timi vagyok, van egy kislányom, Zsófi, ő 4 éves, már középsős, és egyébként kutatóként dolgozok. Sziasztok, én Csőke Kabai Krisztina vagyok, kislányom Bogi, éppen tegnap volt 5 hónapos, én a klinikán dolgozom orvosként. Üdvözöllek itt titeket a műsorban. Felmerült nemrég egy közösségi média csoportban az, hogy milyen nehéz itt a szegedi belvárosban a babákkal közlekedni, ellátni őket, pelenkázni, szoptatni. Megoldódott végül ez a helyzet? Kezdjük talán ezzel. Igen, én írtam ki a Facebook csoportba azt a posztot, az arról szólt, hogy hol tudom a kislányomat megszoptatni. Tulajdonképpen egy félmegoldás született, végül a híd lábánál lévő játszótéren egy padon tudtam szoptatni. Szerencsére nem volt olyan hideg, illetve a kislányom nagyon ügyes, rugalmas, őt egyébként semmi nem zavarja. A testvérem is velem volt, ő tudott egy pokróccal takarni, úgyhogy gondoltam, hogy egy játszótéren ez nem fog senkit se zavarni, hát szerencsére így is lett. Viszont azért tartom ezt csak fél megoldásnak, mert ugye azért lehetett volna -10 fok is, és akkor hova mentünk volna. Nyilván akkor kitaláltam volna valamit, de azért szerintem ezért lehetnének ennél jobb lehetőségek is. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet? Mennyire van lehetőség arra itt, akár Szeged belvárosában, akár a külvárosi területeken? Nekem sok tapasztalatom ezzel nem volt. Annyit tudok hozzátenni leginkább, hogy ilyen esetekben sajnos nekem is a legtöbb esetben ahhoz kellett folyamodnom, hogy valahova bementünk, és végszükség esetében esetleg mosdóba megszoptatni, hogyha nagyon nem tudtunk mást kitalálni. Úgyhogy valóban én is úgy gondolom, hogy több helyre lenne szükség, ahol legalábbis vagy jobb információra arról, hogy hol lehet ezt. Mert lehet, hogy valószínűleg több helyen lehet, mint amiről tudunk. Nem tudunk róla, igen. Ide a hídlábához csatlakoznék, ott a játszótér mellett van ez a vendéglátóipari egység, aminek van egy mozgássérült és pelenkázós mosdója. Én oda mentem be, amikor így a szükség ránk jött a kicsivel, illetve hát nekem szerencsém volt, mert jobbára inkább egy ilyen nyári időszakot töltöttünk ezzel a résszel, vagy az évnek ezzel a részével. Egyébként ugye, ami már a poszt alatt meg is jelent, az Árkád volt az, ami nekem is elsőre eszembe jutott, csak addigra már írta valaki más. Illetve még igen, a könyvtárban van még erre lehetőség, de én azt gondolom, hogy azért ilyen babás helyekre, hogyha esetleg nem tudom, hogy merre felé jártok, nyilván, ha egy programra mentek, ami babás mamás, ott helyben azért elég könnyen megoldható. Ha utána csináltok valami mást, és még nem értek haza a következő szükségletig, akkor lehet így nagyobb probléma ebből. Milyen babás mamás helyeket ismertek, ahol erre van lehetőség? Hát most gondolkodnom kell, mert járunk egy baba-mama klubba, egyébként ott a Klebersberg telepen, ahol lakunk, ott nyilván erre lenne lehetőség szerintem, hogyha fölmerülne. De így konkrétan babás-mamásról én nem tudok, és hát nagyon köszönöm, hogy itt tanácsoltad azt a kis egységet, mert akkor ezt fel fogjuk deríteni. És én itt egyetértek azzal is, hogy valahogy több csatornán ezt el kéne juttatni az anyukákhoz, mert én egyébként több anyukacsoportban is benne vagyok, közösségi oldalakon, és valahogy erről nincsen szó. Tehát mindenki megoldja, vagy otthon, vagy a kocsiban, vagy esetleg az Árkádban, igen, de az mondjuk nem esett nekünk annyira útba. Konkrét helyet én sem tudok mondani, hogy programot, amihova visszatérően jártunk, az egyik nyilván hordozós klub volt, a másik egy ilyen kis mama tornás klub, ahova ugye Zsófit is tudtam magammal vinni, illetve a könyvtárunk rendez gyakorta olyan programokat, ahol erre lehetőség volt. Ezeket tudom, ahol semmi problémát nem okozott ez a dolog, de ezek mind a külvárosban vannak. Igen, nem annyira belváros, nekem még a megálló közösségi ház jutott eszembe, ahol bárki bármilyen problémával beesett, egészen biztos, hogy segítenek neki. Jobbára találunk is olyan, tehát délelőtti időszakban, amikor mozgunk a kicsikkel, akkor szerintem ott van is üres terem vagy helyiség, ahol lehet ezt intézni. Én azt gondolom, hogy amikre legalábbis én jártam, ott volt babamama torna, volt igen ilyen hordozós programok, most nem akarok reklámozni, de ilyen zenélgetős, együtt éneklős, mondókázó,
kapcsolatos programok, amik, hogyha teremben voltak megtartva, akkor egyértelmű az mindenkinek kézenfekvő, hogy ott lehet pelenkezni, és lehet szoptatni is. Általában ilyen közösségben nyilván az anyukák nem olyan, hogy is mondjam, nem takargatják úgy magukat, mint hogyha a padon kell, sajnos. Úgyhogy én elég sok ilyet tudnék mondani, illetve még egy eszembe jutott, tehát ott a Petőfin van még egy étterem, ahol konkrétan nem tudom, hogy elkészült az ott a baba-mama mosdó, de szerintem már biztos, hogy jó, mert mikor ott voltunk utoljára, akkor már üzemelt, csak még nem nyitották ki a nagy közönség elé. Még ez a hely jutott eszembe, de szerintem az egyetemi épületek is talán, de nem ott mosdók vannak. Én úgy tudom, hogy az egyetemi épületekben bizonyos épületekben van lehetőség, rá például a központi könyvtárában az egyetemnek a TIG-ben, de annyira még ez nem elterjedt az egyetemi épületek között sem. Most egy másik, de ehhez kapcsolódó témát szeretnék megemlíteni nektek. Amikor én is szoptattam a kisfiamat, akkor a belső udvaron, egy padon a házunknál tettem mindezt, és akkor is éreztem, hogy a szomszédok olyan kicsit olyan ítélkezően tekintenek rám. Hát a játszótérre azért mertem menni, mert ott ugye kisgyerekes szülők vannak, akik azt gondoltam, hogy biztos megértőek, és nem fognak sem oda nézni, sem kinézni maguk közül. Hogyha mondjuk egy étterembe kerülne erre sor, és próbálnám minél diszkrétebben, minél inkább eltakarva magamat szoptatni, akkor azért biztos lennének olyanok, akik úgy oda-oda nézegetnek, hogy mit csinálunk. Viszont én ezt elviselem, tehát nyugodtan. Viszont ha valaki oda jönne szólni, akkor azért szerintem kapna a fejére. Nem tenné zsebre, amit kapna tőlem, legalábbis nagyon remélem, hogy lenne bátorságom azt mondani neki, hogy hát ugyanúgy evés folyik, mint amit ő tesz, és hogyha kiküldene a mosdóba, akkor azt mondanám neki, hogy valószínűleg ő sem szeretne a WC-ben enni. De ezen kívül nyilvános tapasztalatunk még nem volt. Úgyhogy én azt képzelem, hogy ezt tenném, és remélem, hogy ezt tenném, de ilyen ítélkezéssel konkrétan még nem találkoztam. Szerencsére, amíg én szoptattam, engem sem ért semmilyen kritika ezügyben, bárhol is szoptattam. Az éttermes példádat felhozva eszembe jutott egy emlék, amikor egyszer nyaraltunk, ez ugye nem szegedi történet, de egyszer nyaraltunk, és meg kellett szoptatnom a kicsit, és az étterem, hát nem tudom, tulajdonosa volt, vagy csak minden esetre dolgozója, ő segített nekem abban, hogy ő azt mondta, hogy elmehetünk hátra egy elkülönített részbe, ahol egyébként ők vannak, és ott nyugodtan meg tudom szoptatni, ami egyébként egy kedves gesztus volt tőle, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy minden ott fogyasztónak el kellett volna fogadni a tényt, hogyha mégis nyíltan szoptatok. Nekem egy ilyen sztorim volt, amikor kicsit furcsán néztek az emberek, de akkor sem szóltak be. Futni voltam a kicsivel, és futóbabakocsival, és hát elkezdett rettenetesen sírni, és a legközelebbi padra, ami így eléggé házak között volt, hát gyorsan akkor egy kendő mindig van nálam, és akkor elkezdtem szoptatni, és ott nagyon fura volt, mert úgy nem tudták összerakni az emberek, hogy most akkor mit csinálok, meg hogy tényleg az egy babakocsi. Néztek furcsán, de inkább az volt, hogy inkább siettek elmenni mellettem, és nem szúrtak ki, meg nem tettek megjegyzést. Szerintem nekik legalább annyira kellemetlen volt, mint nekem. Mennyire kényelmes az, hogyha autóban szoptattok? Szerintem nagyon kényelmes, főleg, hogyha sötétített a hátsó üveg, akkor még mozizni is lehet. Nekem ezen nem volt gondom, szerintem jó. Nekem utazások alkalmával volt olyan, hogy nem volt választás, mint hogy meg kellett állni, hogy szoptassunk. Ilyenkor valóban ideálisabb volt, amikor van egy kis letérő az útról, ahova el tudtunk menni, de nem volt semmi problémák ezen kívül. Autóban már én is többször szoptattam, az teljesen kényelmes, és még az ablak is sötétített, hogy nem látnak be, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Ez egy jó megoldás. És mi a helyzet a pelenkázással? Itt több lehetőség, vagy kevesebb lehetőség van? Illetve egy anyuka írta ugyanabban a közösségi média csoportban, hogy ő például tapasztalta, hogy volt, ahol a pelenkázás ugyan nem volt lehetőség, ő mégis szükség szerint megtette ezt, és akkor az élemhelynek az őre, mondjuk így, ő rászólt, hogy nem dobhatja ki a pelenkát a WC-ben.
Nekem ezzel nincsen bajom, hogyha nem dobhatom ki, meg el is viszem magammal, ha mondjuk egy étterembe vagyok, és ki kell cserélnem, ugye elég gyorsan onnantól, hogy állnak, már lehet rajtuk úgyis pelenkát cserélni, nem feltétlenül kell hozzá fekvőhely. Én nekem ezzel nincsen bajom, szerintem ez érthető, hogy ha nem erre felkészült helyen eszek, vagy tartózkodunk, akkor elviszem magammal. Szerintem nekem ezzel nincs bajom, ti hogy? Mi elsősorban mosható pelenkát használtunk, tehát én így is úgy is elvittem volna magammal, illetve nekem volt egy kis táskám, amit ajándékba kaptam, ez egy ilyen szétnyitható táska, amit bárhova le tudtam teríteni, ezért én őszintén szóval vállat vonva bármi alkalmas padon megtettem a pelenkázást, ha arról volt szó. Nekem eddig csak olyan volt, hogy a kocsiban kellett pelenkázni, mert úgy jött a szükség, azt ugye elég könnyen meg lehetett oldani. Hát, ha valamilyen nyilvános helyen kéne, hát valószínűleg megejtenénk a mosdóban. Tehát mindig van nálam egy ilyen vízhatlan pléd, amit leterítenék, és akkor arra tenném a babát, és úgy csinálnám meg. Lehet, hogy ez még technikailag egyszerűbb is, mint a szoptatás. Meg hát rövidebb ideig tart. Így van, azért itt is Szegeden is vannak olyan helyek, ahova nyugodt szívvel bevihetitek a babátokat pelenkezni, például a Szegedi Vadasparkkal nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ezen a téren. Most egy másik téma, amit korcsóra levennék veletek, ez pedig az, hogy hogyan lehet ma Szegeden babakocsival közlekedni, gondolok itt tömegközlekedésre, vagy pedig akár a járdák állapotára. Hát a járdák állapota az főleg nálunk a telepen az nem jó, mert tulajdonképpen ilyen, hát ilyen járólapos térkövesek az utcák, és ahogy elkezd ott kicsit süllyedni alattuk a talaj, mert szerintem nincsen megfelelően aláalapozva, meg közé nő a fű, meg minden rettentően göröngyös, és emiatt mindig az úton tolom a babakocsit, de szerencsére nincsen olyan nagy forgalom. A belvárosban nekem nincsen gondom a járdákkal, mondjuk elég nagy kerekű a babakocsi direkt azért, hogy az ilyen repedéseket, egyenetlenségeket bírja. Az utazás meg, hát mióta ugye alacsony padlósak a buszok, azért elég egyszerű a babakocsival fölkapatni a padlóra. Néha tapasztalom azt, hogy a buszsofőrök egy kicsit messze állnak meg a megállótól, és akkor olyan nehezebb, volt nagyon, hogy le kellett emelnem, vagy egyébként mindig van, aki segít leemelni, hogyha olyan a helyzet, hogy tényleg túl messze van, de egyébként szerintem az könnyen megoldható, azzal nem volt eddig gondunk. Nekem elsősorban sétáltatásnál volt használva a babakocsi, és vicces módon meg volt egy ilyen abszolút cikcakkos útvonalunk, ahol fel volt újítva a járda, és sokkal egyszerűbb volt a helyzet, hogy úgy sétáljunk. Nekem nem is a repedésekkel volt a gondom, hanem az, hogy rengeteg helyen van patka, és persze annyira nem nehéz megemelni a babakocsi elejét és hátulját, de ezt egy séta folyamán megtenni százszor azért nem a legkellemesebb, szóval nekem inkább a patkákkal volt problémám, tömegközlekedésben pedig egyszerűen kényelmesebb volt, hogy mi hordozók kendőztünk, tehát dominánsan inkább úgy utaztunk, és így nagyon egyszerű volt a helyzet, és ott az egyedüli kihívás az volt, hogy a buszsofőr soha nem nézte jó szemmel, ha én leülök a kicsivel, főleg mikor már a hátamon hordoztam, mert hogy balesetveszélyesnek ítélte, tehát amíg a hasamon volt, addig minden gond nélkül. Ellenben, amikor már a hátamon volt, akkor volt olyan buszsofőr, aki nem nézte ezt jó szemmel, hogyha úgy ülök le. És szóltak is ezért neked? Igen, így van. Tehát a buszsofőr konkrétan oda jött hozzám, és megkért arra, hogy álljak fel a kicsivel, mert ezt így nem találta biztonságosnak, úgyhogy állva utaztunk. És ez biztonságosabb, mint hogyha helyet foglaltok? Én semmiben nem tartottam biztonságosnak, de elfogadtam, hogy hát jó, akkor állunk. Nekem a járdaszegélyekkel, vagy patkákkal nem volt bajom. Jobbára inkább az idegesített fel, hogyha felparkoltak az autósok a járdára, és akkor ezt szóvá, legalábbis krétával szóvá tettem nekik, hogy legközelebb léci parkoljatok szépen. Ez hamarabb felbosszantott, mint az, hogy le kell emelni. Ugye nekem nagy kerekű sportbabakocsi, úgyhogy ez viszonylag jól ment. Sőt, volt olyan, hogy úgy kellett mennem, keresnem macska köves utat, mert azon meg tök jól aludt a gyerek, szóval... Tömegközlekedni ritkán szoktunk, vagy ritkán közlekedtünk, és akkor igazából az volt a rossz, amikor másik két anyukával mentünk, négy gyerekkel. Na hát az úgy kellemetlen volt, főleg, hogy a játszóházból visszafele már olyan fél öt környéke volt, amikor mindenki elindult haza, vagy elmentek a nagytesóért, és akkor egyszerre hat babakocsi
próbált felszállni arra a buszra, ahol csak öten fértünk el. Nyilván senki nem, tehát hogy mindenki felszállt, szóval nem volt az, hogy valaki azt mondja, én ebben az esetben hatodiknak nem akartam volna felszállni, de valaki igen, tehát nyilván siettek, vagy ilyesmi. Nekem volt egy tapasztalatom, ami inkább a tömegközlekedést érinti, konkrétan az, hogy Kecskemétre kellett utaznom Szegedről a babámmal, és a vonatot vettem igénybe. Na már most ezzel az a probléma, hogy amikor nincs egy segítsége az embernek, akkor eleve az, hogy fölvinni a babakocsit a járműre, másrészt pedig nem fér el a babakocsi a vonatnak a folyosóján, és ezért a biciklitárolóban utaztunk. Ami nagyon kellemetlen, mert hogyha IC-re veszek jegyet, akkor se fér el a babakocsi, és ha össze akarom csukni, akkor ez egy külön művelet, hogy közben a babát is valahova tegyem. Nektek ilyen tapasztalatotok van? Hát nekem nincs szerencsére, lehet, hogy én így nem indulnék el, vagy nagyon szomorú lennék, kénytelen lennék így elindulni. Van autónk, úgyhogy mi ezt autóval szoktuk megoldani, hogyha megyünk így hosszabb távra. Nem, én se utaztam vonattal akkoriban, amikor még a lányom olyan kicsi volt. Azt tudom mondani, hogy van egyfajta kocsi, amit kifejezetten tudok, hogy a Békés Csaba Szeged vonalon járt, ahol szerintem elférne a babakocsi, de kár, hogy erre nem fordítanak több figyelmet a MÁV részéről, hogy jobban elérhető legyen, mint ahogy a biciklikkel, ugye, mert ezért tényleges jobban odafigyelnek, hogy legyenek ilyen félkocsiék, ahol biciklit tudsz magaddal vinni. Egy pozitív példát tudok, vagy ellenpéldát hozni, hogyha vásárhelyre mentek a strandra, azon a vonaton minden elfér, nagyon kényelmes és tök gyors. Ha már vásárhelyet említed, akkor a tramtrénnel van-e tapasztalatotok? Igen, erre céloztam, bocsánat, csak erre céloztam, hogy az nagyon kellemesen csalódtam, még külön övis volt a babakocsihoz, az nem minden járművön van azért. Akkor térjünk át egy kicsit a babamama programokra, egy kicsit már érintettük ezeket. Mikortól vittétek a kicsieiteket ilyen programokra, illetve milyen lehetőségeitek voltak? Hát mi már elég korán kezdtük. A kislányom nagyon hasfájós volt, úgyhogy az első gyakorlatilag 2 hónapban nem is mentünk sehova, de még sétálni is alig, mert szegény állandóan ordított. Aztán, amikor ez rendeződött, akkor már én is nagyon vágytam közösségre. Úgyhogy akkor kezdtünk ebbe a Klebersberg telepi babamama klubba járni. Aztán, hát nem mondom, hogy rendszeresen jártunk, de ott azért néhány hét kimaradt, főleg itt decemberben. Aztán most megint voltunk szerdán, szerintem nagyon jó volt. De egyébként pont nemrég gondoltam, hogy miért csak egyszer járunk hetente, miközben lehetne többször is járni hetente, és még több anyukát, meg még több babát megismerni, úgyhogy pont ilyen nézegetőbe vagyok, hogy hova menjünk még. Menjetek a Somogyi Könyvtárnak a gyermekkönyvtárába, iratkozzatok be, vegyetek ki egy csomó lapozót, külön kis játékai van nekik, mi onnantól, hogy a gyerek igazából még nem is kúszott, tehát már akkor a könyvtárral kezdtük, meg ilyen kis játszóházakkal, ahol ilyen baba részleg van, ahol puha szőnyeg van, csomó játék, és akkor már előre össze tudsz edni pár fertőzést, ami már addigra túlesik, mire bekerül a közösségbe. Mi ezeket kezdtük olyan 6 hónap előtt egy picivel, mert utána meg jött egy programsorozat, amit meg én szerveztem, ott az összes programon ott volt a gyerek is, úgyhogy így valahogy kezdtük mi. Én világosan emlékszem, hogy az első program, ahol elmentünk, akkor még Zsófi nagyon kicsi volt, tehát éppen, hogy csak több, mint egy hónapos. Mi nagyon-nagyon szerettünk volna már a kezdetektől fogva hordozókendőt használni, és pont egy ilyen kendős bemutató csoportban mentünk el, ahol megtanultuk, hogy ugye hogyan is lehet ezt használni. De aktívan járni olyan 5-6 hónapos korától, viszont ugye nekünk nagy szomorúság volt, hogy akkor ütött be a Covid, amikor Zsófia 1 éves lett, tehát pont az a szakasz, amikor olyan már bulibb lett volna 1 és 2 éves kora között, hogy mehessünk valahova, ez a szakasz így szinte teljesen kiesett. És mi a helyzet a babaúszással? Ugye sokan azt mondják, hogy ez a legkorábban elkezdhető program, akár már 4 hónapos kortól, erről mit gondoltok? Egyetértetek vele? Mi jártunk, és most azért nem járunk, mert nincs rá időnk, de majd fogunk, hogyha majd nem építkezünk, de nagyon tetszett, a gyereknek is tetszett, aztán megpróbáltuk kicsit közelebb egy másik, tehát hogy igazából 2 szolgáltatót is próbáltunk, az is tetszett, de vissza fogunk menni az algyőibe, hogyha
megyünk újra. Nagyon tetszik a mondókázás is, igazából nem baj az, hogyha víz biztos, vagy hát így nem sír, nem kezd el sírni attól, hogy belecsöpög a szemébe a víz, vagy ki tudja nyitni esetleg azután, hogy lefröcsköli magát. Mi nem jártunk alapvetően szintén a lustaság miatt, hogy így írjam körül, úgyhogy, de tudom, hogy nagyon jó munka, és mindenki mástól csak jó dolgokat hallok róla. Hát én kicsit ilyen kettősen vagyok vele, mert szerintem ez ilyen szakmai ártalom, de ott én azt hallottam, hogy ott könnyű azért fertőzéseket összeszedni a vízből. Úgyhogy nem tudom, hogy járjunk-e. Hát a kislányom nagyon szeret fürdeni egyébként, tehát nagyon szereti a vizet, úgyhogy még vacilálok rajta, de alapvetően nem vagyok ellene, csak eddig ezt hallottam, de lehet, hogy aztán nincs igazam. És milyen közösségeket javasoltok édesanyáknak is? Mert ugye nem csak a babáknak van szüksége csapatra és társaságra, hanem az édesanyáknak is. Hát szerintem alapból a közösségi oldalakon ezek az anyukacsoportok, minden anyuka ismerősem azt mondta, hogy nehogy belépjek, mert egyébként borzasztó. De nekem nem ez a tapasztalatom, képzeljétek el, hogy azt hiszem, hogy hát két csoportban vagyok, meg a szegedi az is kettő, úgyhogy egész sokban benne vagyok, és én azt kell, hogy mondjam, hogy főleg az egyikben annyira jó közösség van, meg annyira támogató, minden napnak van egy témája, ahhoz lehet akkor kommentelni, mindent megbeszélünk, az adminok, moderátorok, olyan emberek, akik értenek a gyerekekhez, tudnak tanácsot adni, megfelelő esetben mondjuk orvoshoz, vagy a védőnőhöz irányítanak, és tényleg kialakul egy olyan közösség, ami teljesen ilyen összetart, meg ott mindent lehet kérdezni, tudnak válaszolni, és nekem semmilyen negatív tapasztalatom nincsen ezzel. Tehát, hogyha valaki mondjuk olyan természetű, hogy elkezd kötekedni, vagy negatív dolgokat kezd kommentelni, akkor szólnak neki, hogy ezt legyen kedves abba hagyni, és akkor vagy abba hagyja, vagy kiteszik. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani. Nyilván az ember először fenntartásokkal kezeli, ugye, amiket ott olvas, de hogyha kialakul egy jó közösség, ez szerintem teljesen jó, így a virtuális térben. Egyetértek, mert ez nem kerül az embernek semmibe, pénzbe azért, manapság néha ez is számít. Aki megteheti, én hiszem, hogy egyébként Szegeden találhat ilyen olyan programokat, ahol igenis jó közösségek lehetnek, akár ahogy mondjuk te is említetted, a mindenféle zenés, éneklős, táncolós programok, akár a könyvtározások, nekem ezekkel jó tapasztalataim voltak, de ha mégis arról lenne szó, hogy az ember nem akar erre áldozni, vagy nem tud, akkor nekem őszintén simán a játszótérrel is jó tapasztalataim voltak. Nem azt mondom, hogy mindenkivel, de igen, jó barátságok születtek szülők és gyerekek között is ott. Tetszik ez az online világ is, de én a személyes jelenlét varázsát szeretem. Nekem van, tehát úgy alakult ki ez az anyabegurul is gyakorlatilag, amivel foglalkozom, hogy valakivel együtt szültem, valakit ezer éve ismerek, és közben ő is anya lett, játszótérről, játszóházból. Én, hogyha valakivel találkozom, szimpatikus, és ezt érzem, hogy ez kölcsönös, simán elhívom legközelebb is, hogy menjünk el együtt valamit csinálni az a gyerekekkel, és ez akár nagyobb csoportban is, hogyha erre vevők a többiek is. Meg nálunk nagyon megy ez az egymáshoz, eljárunk, hogy ismerjük meg egymást, meg ugye a kicsik is, hát, hogy igen, tanulják meg, hogy az ő játék az, hogyha ott van valaki, akkor az közösnek számít. Például erre nagyon jó ez az összejárkálás. Hajó Zsófiát, az Anyabegurul csoport kitalálóját és vezetőjét, Tóth Tímeát, kutatót és Csőke Kabai Krisztinát, orvost hallhatták, akiket ezúttal édesanyami voltukban szólítottunk meg. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.